Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Beruházások kezdődnek a bátaszéki városrészen, régi vágyuk teljesül a kövesden élőknek. Útfelújítások Bonyhádon, folyamatosan fejlődik a völcségi város. Megújult a szakképzési rendszer, egyre több a tanuló. Nemzetiségek napja, közös nemzetiségi karácsonyvárot szerveztek a dombovári horvát önkormányzat tagjai. Rendkívüli ülést hivattak össze, majd kivonultak a teremből az Éjjel-Szekszárd frakció megjelent tagjai, határozatképtelenné téve ezzel a közgyűlést. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője elmondta, hogy több olyan döntést is meg kellett volna most hozniuk, ami a város fejlődését szolgálja, de az ellenzéki párt ezt meghiúsította. Hozzátette, ezzel a viselkedéssel nem csak a közgyűlés működését hátráltatják, de a város fejlesztésének is keresztbe tesznek. Nem tudom, most távozik. Percekkel a közgyűlés kezdése után felálltak, majd egyszerűen kisétáltak a teremből az Éjjel-Szekszárd frakció megjelent tagjai, Murvai Árpád és Faragó Zsolt. Igaz, csak ketten voltak, de kivonulásukkal elérték azt, hogy az éppen az ő indítványaikra összehívott ülés határozatképtelen lett. Pedig több fontos határidős döntést is meg kellett volna hozni a testületnek. A Fidesz frakció vezetője szerint az észlépése érthetetlen. Ez egy cirkusz, vagy nem is tudom, bohózattalán, nem tudom, minek nevezem. Az Éjjel-Szekszárd frakció összehívatta a közgyűlést, részben jöttek el a közgyűlésre, napirendeket fölvetett a murvai képviselő úr, hogy legyenek a napirendek, majd mielőtt bármi történt volna, fölállt és kivonultak. Máté Péter szerint ezzel a lépéssel az Éjjel-Szekszárd tagjai nem csak hátráltatják a közgyűlés működését, de a város fejlesztésének is keresztbe fekszenek. Egy dolog látszik, hogy a város élete nem érdekli őket, csak a szereplés, a folyamatos zavarkeltés. Itt van például ez a kerékpáros pálya pályázat beadás, határidős 17-e, jövő héten van 17-e, a Oksi Bizottság tárgyalta, ők foglalkoztak vele, tegnap egy megbeszélést hívtak erre össze, amelyiken részt vettem, és ehhez képest ma nincs döntés arról, hogy a kerékpáros pálya legyen, ne legyen, hol legyen. A város jegyzője úgy nyilatkozott, ennek ellenére nem hagyják elveszni ezt a pályázati lehetőséget. Az Éjjel-Szekszárd tagjainak nem ez volt az első ilyen akciója. Júniusban szintén az ő indítványukra összehívott rendkívüli közgyűlésen mindenki megjelent, majd egy petíció felolvasása után közösen hagyták el a termet, akadályoztatva ezzel a Tolnai megyeszékhely közgyűlésének működését és a város fejlődési lehetőségeit. Ezután a kormányhivatalhoz fordultak, hogy jelentsék, szerintük jogszerűtlen volt a közgyűlés. A kormányhivatal megvizsgálta ennek a közgyűlésnek az összehívásának a jogszerűségét, és minden rendben talált. Biztos vagyok benne, hogy ennél a közgyűlésnek az összehívásával kapcsolatban a kormányhivatal hasonló eredménye fog jutni. A következő rendesülést a tervek szerint jövő héten tartják meg Szekszárdon. 7310 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.176.038 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 215, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 36.263 főre emelkedett. 7119 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 579-en vannak lélegeztetőgépen, oltást eddig már 6.171.000-en kaptak. Tolna megyében 176 új fertőzöttet regisztráltak. Ezzel a járvány kezdete óta 24.660-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az 5-11 év közötti gyerekek oltására alkalmas első adag Pfizer vakcina várhatóan jövő hét elején érkezik meg Magyarországra. A gyerekek oltása a tervek szerint december 15-től indul. Az első szállítmányban várhatóan 138 ezer adag vakcina jön, melynek a fele, tehát 69 ezer adag oltható el, a másik felét félre kell tenni a második oltáshoz, mert a további gyermekvakcina szállítmányok sorsa még bizonytalan. A második vakcina a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes. Egy ampullában 10 gyermek oltásához való készítmény lesz, így az oltást is ennek megfelelően kell megszervezni. Egy kinyitott ampullára 10 gyermeket kell szervezni a házi gyermekorvosoknak is. Több mint 40 millió forintos kormányzati támogatásból újítják fel Bátaszéken a kövesdi városrészbe vezető utat.
A fejlesztésnek köszönhetően 200 helyi közlekedése válik kényelmesebbé. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a helyiek azt kérték, segítsen forrást szerezni több felújításhoz is Kövesden, így hamarosan újabb munkák kezdődhetnek ott el. Kövesden az évtizedek óta húzódó bekötőút felújítása a közeljövőben 41,5 millió forintos kormányzati támogatása megvalósulhat. A kis település közel 200 lakójának a közlekedését könnyíti meg az útburkolat javítása. Már ideje volt, meg már jó pár ígéret is volt rá, évek óta folyamatosan, már semmi nem történt. Igazából a bejárás az ugye szinte az autót kivégzi. De nem csak a kövesdi bekötőút újul meg. Bátaszéken három másik beruházást is megvalósítanak kormányzati forrásból, mondta el Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Egy új játszótér építése Bátaszéken, ami egy 20 millió forintos beruházás. A város főutcáján lévő emblematikus épület, a számvevőszéknek a felújítása több mint 30 millió forint értékben, valamint a felvidéki bátaszékiek közösségének egy új közösségi ház vásárlása 11 millió forint értékben. Összességében ez az igény, amit a képviselők megfogalmaztak, 103,5 millió forint volt. A közel 103,5 millió forintos támogatást Bátaszék számára Magyarország kormánya külön eljárásban tárgyalta, és döntött arról, hogy hozzájárul ezekhez a fejlesztésekhez. Az elmúlt három évben a város több mint 3 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott középületek, közterületek és a helyi vállalkozások fejlesztésére. Mintegy 230 milliárd forintnyi pályázatot indítanak a vidéki településeken, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett videóüzenetben. Hozzátette, a terület és településfejlesztési operatív program plusz mostani felhívásai a helyi gazdaságfejlesztést, a szociális célú lakásépítést, az útfejlesztést és a helyi egészségügyi fejlesztéseket célozzák. Valamennyi pályázata a megyék saját helyben megszületett fejlesztési elképzeléseit támogatja. Az összesen 1800 milliárd forintos kerettel elindult program különösen a kevésbé fejlett települések fejlesztését célozza. Munkahelyeket teremt, élénkíti a helyi gazdaságot, csökkenti a területi különbségeket. Erős vidék nélkül nincs erős Magyarország, ezért az innovációt és a fejlesztéseket vidéken is folytatjuk. Több mint 206 millió forint kormányzati támogatásból újul meg Bonyhádon 5 utca és a csapadék vízelvezetése, de nem csak a belvárosban szépülnek meg a területek. Az Óhegyen 3 önkormányzati földes út kap új fedőréteget. 5 utca útburkolata újul meg Bonyhádon. A kormány támogatásának köszönhetően több mint 206 millió forintot költhet erre az önkormányzat. A képviselőtestület döntése alapján a Jókai utca, a Hoffer Károly, a Vasvári Pál utca, a Táncsics Mihály utca és a Nádasdy utca kerül felújításra. Úgy tervezek, hogy 2022 tavaszán, amikor az aszfaltüzemek beindulnak, akkor megkezdődhetnek ezek a munkák. A mi terveink szerint a Jókai és a Hoffer utcában fog kezdődni ez a felújítás, és szeptemberig szeretnénk befejezni valamennyi útnak a felújítását. Bonyhádon közel 2 kilométer útszakasz útburkolat javítása, szegélyezése valósul meg ebből a támogatásból. A Nádasdy utcában a csapadékvíz elvezetését is ebből az összegből finanszírozzák majd. A város önkormányzata az idei évben az Agrárminisztériumhoz is nyújtott be pályázatot a zárt kerti földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására. Ezen a pályázaton közel 25 millió forintot el is nyertek, amiből 3 földutat újítanak meg. Az Óhegy felső utcát, ez egy 630 méter hosszú útszakaszt jelent, az Óhegy Kadarka utcát, ez 410 méter hosszúságú utca, és az Úrihegyen pedig a Buzavirág utcát, ami 300 méter hosszú utca. Ez összesen egy 3350 négyzetméter felületet jelent. A műszaki tartalom ennek egy darált beton alaprétegen zúzott kőfedőréteg kerül kialakítása, kétoldali földpatka rendezéssel és a csapadékvizet pedig földfolyókával fogjuk elvezetni. Az útfelújításon túl egy 350 méter hosszú vadkerítést is felszerelnek, ami egy 2018-ban telepített 125 darab őshonos szilvafát fog védeni a vadkárok ellen. A 2014 óta elkezdett Óhegyi tanyasor területeinek a felújítása folytatódik majd ebből a pályázati összegből. Tolna megye legnagyobb szakképzési iskolájában, a Szekszárdi Ady Endre Technikumban jelenleg 1200 diák tanul. Az idei évben az új szakképzési rendszernek köszönhetően jelentősen megnő a tanulók száma.
A szakképző iskolában, magas színvonalon, modern környezetben felkészült oktatói gárdával sajátíthatják el a tanulók a szakmák csínyát-bínyát. A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikuma és szakképzési iskolájában számos szakma elsajátítása közül választhatnak a pályaválasztás előtt álló 8-os tanulók. A szakképzés átalakításával egy olyan új rendszer alakult meg, amely a korábbinál jobban figyelembe veszi a tanulók alapkészségeit és szakmai kulcskompetenciáit, továbbá rugalmasan követi a munkaerőpiaci elvárásokat. Juhász Gábor, az Ady Endre technikum és kollégium igazgatója beszélt arról, hogy milyen lehetőségek közül választhatnak az ide jelentkezők. Ösztöndíj és munkabér lehetősége mellett tanulják az adott szakmáikat. Ezek a szakmák az iskolában 8 ágazatban találhatóak meg, illetve 15-17-20 szakmát jelentenek az adott tanév sajátosságait figyelembe véve, mindig bővül a kör, vagy mindig változik egy picit, attól függ, hogy mik az igények. A szakmák és ágazatok, illetve a képzési tartalmak újragondolásával a gyakorlatorientált oktatás segítségével a tanulók piacképes és korszerű tudással lépnek be a munkavilágába. Az iskolában alapvetően műszaki képzés folyik, de szépészeti szakmát is elsajátíthatnak az ide jelentkezők, illetve most már honvédelmi képzésben is részesülhetnek a diákok. A szépészeti tanműhely egy olyan nagyon korszerű tanterem, amiben azt gondolom, hogy megtalálható minden, ami egy mai 21. századi modern kozmetikában rendelkezésre áll. Ugye az iskolában 93-ban indult a kozmetikus képzés, és azt gondolom, hogy ilyen mértékű fejlesztés nem történt ebben az időszakban, ha visszatekintek, és ez ugyanígy igaz a fodrász képzésre, és tehát az egész szépészeti ágra. Az intézmény törekszik arra, hogy a náluk tanuló diákok a szakmákat a legkorszerűbb eszközökkel és technológiák segítségével sajátíthassák el. Ezek az újítások motivációként hatnak a diákokra, hiszen modern eszközökkel jó körülmények között tanulhatnak, amit bizonyít az is, hogy az idei tanévben jelentősen megnőtt az Ady iskolába jelentkezők száma. Közös karácsonyváró gálaestet tartottak a Dombóvár és Dombóvár környéki nemzetiségi önkormányzatok. A már hagyományos adventi programot a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi meg minden évben. December 8-án tartották meg a Nemzetiségek adventi műsorát Dombóváron. A már lassan hagyományosnak számító műsort egy év kihagyás után immáron negyedik alkalommal rendezték meg újra a szervezők. A programon a város nemzetiségei közül a horvát, a német és a roma önkormányzat képviseltette magát. A német önkormányzattal együtt tulajdonképpen hát mondhatjuk, hogy legalább 10 éve elhatároztuk, hogy közösen a város önkormányzataival, így a roma önkormányzataival együtt is, és korábban volt az örmény is, hogy a kisebbséghez naphoz kapcsolódóan közösen fogjuk megszervezni, megünnepelni ezt a napot, összekötve az az aktualitással, hogy advent van. A nemzetiségek évről évre igyekeznek minél sokszínűbbé tenni közös rendezvényeiket. Programjaikkal a céljuk nem más, mint hogy megőrizzék a közösségüket és hagyományaikat, valamint, hogy a városuk életében is szerepet játszanak. Nagyon büszke vagyok rá, hogy én lettem akkor a polgármester, amikor először az a műveletési házba valósult meg. Ennek az alapján azért már dolgoztunk több mint 10 éve. Mind a három nemzetiségi önkormányzattal azt gondolom, hogy az önkormányzat kapcsolat kiegyensúlyozott, és ami számomra még nagyon nagy öröm, hogy egymás közt is kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, és nyugodtan kijelentettem, hogy Dombováron 4 önkormányzat együtt dolgozik a dombovári lakosságért. Az adventi műsort maguk a fellépők is minden évben várják, valamint külön készülnek is rá előadásaikkal, hogy a lehető legtöbb élményt tudják nyújtani a résztvevőknek. A karácsonyi dallamok mellett a nemzetiségekre jellemző ritmusok is hallhatóak a fellépések során. Sokat készülnek rá a gyerekek, és hát azt hiszem, hogy ez látszik is minden évben a műsorunkon, hogy igyekeznek színvonalas blokkal előállni, karácsonyi dalokat is énekelnek, illetve van mindig egy olyan része az előadásoknak, ami az úgymond populáris zenéből adódik, vagy tevődik össze. Az este folyamán a műsorszámok mellett a nemzetiségi önkormányzatok elismeréseiket is átadták a díjazottaknak, akik segítségükkel és munkájukkal hozzájárultak a közösségük ápolásához. Regionális híreink következnek. Alkonyipari konferencia, idősödő társadalom és üzleti lehetőségek. A családok támogatása a legfontosabb, bölcsőde és óvodafejlesztés Baranyában. Béremeléssel kell megtartani a pécsi sofőröket, veszélybe kerülhet a városi buszközlekedés.
Milyen üzleti lehetőséget rejt az idősödő társadalom, hogyan hajthat ebből hasznot Baranya megye? Erről tartott a konferenciát a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerdán. Az egyetem kutatóintézete és a helyi iparkamara munkatársai tartottak előadásokat a témában. Ezüst gazdaság, vagy alkonyipar, angolul silver economy, ez a gazdaságnak az a része, ahol az idősebb korosztály igényeit, szükségleteit elégítik ki. A szakember azt mondja, olyan jelentős összegekről van szó, amiből Baranya megye is részesedhetne. A harmadik legnagyobb gazdaság a világon, Kína és az USA után. Európában ez majdnem 4 trillió euróról beszélünk, euróköltés per évről beszélünk. Ezt a konferenciát azért hoztuk létre, hogy kezdjünk egy eszmecserét azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan tud ebbe belekapcsolódni. Különböző iparágak, ugye ez nem csak egészségiparról szól, hanem mondjuk építőiparról, agráriparról. Az okos otthonoktól kezdve az egészséges élelmiszerekig, az időseknek szánt eszközöktől, szoftverektől, az egészségügyi és gondozási szolgáltatásig sok minden tartozhat ide. Ezeket kell feltárni Baranya megyében is, mondja az intézetigazgató. A helyi iparkamara szerint amellett, hogy gondoskodnak az itt élő és megöregedő lakosságról, a fizetőképes külföldi embereket is várják a cégek. Ehhez minden feltétel adott Baranya megyében. Világszínvonalú egészségügyi ellátás, világszínvonalú élelmiszer, helyi termék, világszínvonalú földrajzi és környezeti attrakciók, gondoljuk csak a Dunára, a Drávára, a Mecsekre, a Hegyhátra, hát elképesztő világszínvonalú kulturális attrakciók. Gyere ide, itt ezt mi rendszerbe helyeztük, élj itt, mondjuk egy 60 éves nyugat-európai házaspárnak. Mondjuk azt, hogy azt a 20-25 évet, ameddig még reméljük élni fogsz, az törzsd itt. A mai 60-70 évesek sokkal aktívabb életet élnek, jobb egészségi állapotban vannak, mint korábban, mondja a főtitkár. Az előrejelzések szerint a következő 3 évtizedben az idősek száma az EU-n belül elérheti a 130 millió főt, mellyel arányuk a populáción belül közel 1/3-ra növekszik 2050-re. Magyarországon jelenleg a teljes társadalom mintegy harmadát teszik ki az 55 és a feletti életkorúak, de 2050-re ez az arány már nálunk is 40% felett lesz. A családok támogatásának fontos feltétele a megfelelő intézményi keretek biztosítása, hangzott el a Baranyai Egerágon, ahol a most megépült bölcsődét adták át. A 7 férőhelyes épületben Hargitai János is látogatást tett. A térség országgyűlési képviselője ezután Újpetrére utazott, ugyanis új csoportszobát alakítottak ki a település óvodájában. Vidám műsorral kedveskedtek az egerági gyerekek. Az új bölcsöde átadó ünnepségén vettek részt a kicsik. Az alapkövet még 2019. szeptemberében helyezték el, majd az intézmény mintegy 64 millió forintból épült meg az óvodával összekötve. A 7 férőhelyes bölcsi több családnak is segít abban, hogy visszatérhessenek a munkavilágába. Őri László az eseményen elmondta, ehhez korszerű körülményeket kell biztosítani. Szülői szemmel is mondhatom, hogy valóban a szülők elvárásainak megfelelő új bölcsöde épült Baranya megyében Egerágon, és nem állunk meg, megyünk tovább, hiszen hamarosan megnyílnak az új felhívások, amelynek a keretében mintegy 2,3 milliárd forint fog rendelkezésre állni a vidéki Baranyában új óvodák, bölcsödék építésére, illetve meglévőek korszerűsítésére. A most lezárult 7 éves fejlesztési ciklusban azonban más intézmények is megújultak a megyében. Ezek a gyerekek az Újpetrei óvodába járnak, akik szintén egy kedves műsorral készültek. Az intézményben ugyanis új csoportszobát alakítottak ki, amit Hargitai János is szemügyre vett az egerági bölcsöde meglátogatása után. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja 2010 óta, hogy a magyar családokat támogassa. Fontos az intézményi ellátás fejlesztése is, ez pedig, ahol nem volt bölcsödét kell létrehozni, erre példa ugye Egerág, ahol pedig voltak gyermekintézmények itt, mint mondjuk egy óvoda, azt pedig korszerűsíteni kell, hogy a szülők meg nyugvással helyezhessék el a gyerekeiket ezekben a korszerű intézményekben. Ezért örülök mindkét település sikereinek.
A képviselő hozzátette, hogy a kisebb és nagyobb városok vezetőit is csak arra tudja buzdítani, hogy minél több lehetőséget ragadjanak meg a fejlesztésekre, legyen szó magyar falu programról vagy top pályázatokról, hiszen így fellendíthetik a térség gazdasági mutatóit is. Sorra hagyják el a buszvezetők a pécsi tüke buszt, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter a cégnél működő egyik szakszervezet ügyvívőjével találkozott. Ezen kiderült, hogy béremelést kell adni a sofőröknek, hogy ne omoljon össze a pécsi közösségi közlekedés. Nem lehet tartani a jelenlegi járatsűrűséget Pécsen, ha nem rendezik az autóbuszvezetők helyzetét, mondta stábunknak a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter az egyik a cégnél működő szakszervezet helyi vezetőjénél járt. Elvándorolnak a sofőrök, ezt tegnap egy szakszervezeti vezetővel történt egyeztetés során megerősítették, tehát egy 10%-os elvándorlás történt az idei évben, ami azt jelenti, hogy csak egy nagyon feszített, túl foglalkoztatott, tehát túl munkával foglalkoztatott állomány képes a jelenlegi menetrendet vinni és a jelenlegi járatszámot. Ha marad az elvándorlás, akkor jövőre járatok maradnak ki, járatokat törölnek. Béremelésre van szükség a tükebusznál. Ebben az évben egy 4%-os béremeléssel kínálták meg a sofőröket, ami nevetséges, mondta a képviselő. Nyilván ez is elindított egy hullámot a nyár óta, illetőleg én azt gondolom, hogy teljesen helytelen és rosszul időzített döntés volt, hogy a cégvezetőnek a bérét ugye megkétszerezték nem olyan régen. A szakszervezet elmondása szerint ez egy utolsó lökés volt sok buszvezetőnek, és ezt követően adták be a felmondásokat, illetve jelezték, hogy ők máshol kívánják folytatni. A haveroknak, barátoknak van pénz, a dolgozóknak nincs. Ez derül ki a városvezetői döntésekből, mondta a frakcióvezető. Jövőre a helyi buszközlekedést végző sofőrök 1260 forintos órabérét legalább 1600 forintra kell emelni, mert összeomlik a pécsi közösségi közlekedés rendszere, mondta a politikus. Csizmadia Péter a cégnél működő másik szakszervezettel is egyeztetne a buszvezetők béréről, azonban onnan még nem kapott választ. Mint ismert, a Szolidaritásnak és a Független Demokratikus Szakszervezetnek van érdekképviselete a tükebusznál. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt ma a híradó. Beruházások kezdődnek a bátaszéki városrészen, régi vágyuk teljesül a Kövesden élőknek. Útfelújítások Bonyhádon, folyamatosan fejlődik a Völcségi város. Megújult a szakképzési rendszer, egyre több a tanuló. Nemzetiségek napja, közös nemzetiségi karácsonyvárot szerveztek a dombovári horvát önkormányzat tagjai. Pénteken fokozatosan kelet felé elhagyja térségünket a ciklon, mögötte vékonyodik, felszakadozik a felhőzet, kisüthet a nap is. Csapadék nem hullik, mérsékelt szél fúj majd. Éjszaka tovább vékonyodik, csökken a felhőzet, kifejezetten hideg lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!